Szia! Ígértem videót uh, arról, hogy itt Angliában hogyan zajlik a terhes gondozás. Azt tudom, hogy az angliai terhes gondozás városonként uh, változhat, úgyhogy azt mesélem el, hogy velem mi a helyzet itt a mi városunkban. Mert például a szomszédvárosban azt tudom, hogy teljesen más szabályok érvényesek. Szóval itt, ahogy meglett a terhességi teszt, uh, fel kellett hívnom a házi orvosomat. Csak a recepcijussal kellett beszélnem, hogy pozitív terhességi tesztem lett, és bemehettem az orvosi rendelőbe az úgynevezett bounty csomagomért. Ebben a csomagban volt pár információs anyag, ilyen kis szórólapok, a terhességről, információs kisfüzet, és az én terhességi kisfüzetem. Ebben igazából ebbe vezeti fel majd a szülésznő. Hát először az adatok kerülnek bevezetésre majd a, a terhességről, a különböző leletek eredményei, a különböző vizsgálatok, ultrahangok eredményei. Majd Miután meglett ez a csomagom, ö, kaptam egy telefonhívást, kirandeltek mellém egy szülésznőt. Itt Angliában nem nőgyógyász foglalkozik a kismamákkal, hanem szülésznők, úgynevezett midwife -ok. Ö, és ö, az első, megbeszéltük a, az első időpontunkat, ami a, itt Angliában a 8.-9. héten ö, szokott lenni. Nekem ez március 22-én volt. Ezen az időponton kitöltöttük ebbe a kis füzetbe az adataimat, leírtunk korábbi betegségeket, fel kellett azt is tüntetni pár helyen, hogy családba szülőknek, nagyszülőknek milyen betegségeik voltak, Előző terhességgel kapcsolatos mindenféle adatot le kellett írni. Majd vérnyomást mért a szülésznő, vizeletet nézett, és felhívta a kórházat az első időpontom miatt. Majd április 5-én meg volt az első ultrahang. Itt be kellett mennem Exeterbe, a legközelebbi nagyvárosba, a kórházba. Ott megmérték először a súlyomat, a magasságomat, vért is vettek, ö, majd következett maga az ultrahang. Ö, nagyon érdekes volt, mert látszódott a baba, ö, ahogy, ahogy, iszik. Ilyet még nem láttam. Ö, úgy csinált a szájával, mint egy, mint egy kis kutya vagy kis cica és a nyelvével, mintha lefetyelt volna, aztán a, ott a doktornő mondta, hogy így iszik. És, és megállapította a szülés Kír dátumát is, ami hát furcsa mód, egy héttel a kislányom születésnapja előtt van, ez az, ö, október 14-e, úgyhogy a születésnapjára kap egy kis testvért. következő ö, időpontom a szülésznőnél majd jövő héten a 16. hétben lesz. Itt majd megint vérnyomást fog mérni, ö, vizeletet fog nézni, és azt hiszem már a baba szívverését is meghallgatja egy kis szerkezettel. Ö, aztán majd május 24-én megyek a 20. heti ultrahangra, itt fog kiderülni majd a baba neme. Majd az ultrahangot követően pár hetente meg kell majd látogatnom a szülésznőt, de ha minden rendben van, akkor csak havonta egyszer, vagy a végén majd két hetente, hetente.